A víznapok szülöttei számára a szabályok, a határok meghúzása, betartása, betartatása vagy épp megszegése lesz a meghatározó téma. A nyugodt víz, a tó, a nyugodt tenger nem hat, de az aktív víz alakítja mindig a földet. Hatással van, új irányokat vág magának, vagy épp el is öntheti a földet csúszamlást okozva. Ezek olyan konfliktusok, amiknek átalakító tartós hatásuk lehet, konstruktívak, még ha átmenetileg rombolásnak is tűnnek. A yin vízelem szülötteinél az új minőségek és az átlényegülés lesznek a meghatározók. A yang víz esetében komolyabb kihívásokra is lehet számítani, munkahelyel kapcsolatos változásokra, illetve fontos az egészségre tudatosabban odafigyelni, az energiát okosan beosztani, mert csalóka tud lenni. A türelem és a tolerancia fontos, és észben kell tartani, hogy a yang földet alakítani lehet, megváltoztatni nem. Idén reális célok elérésére kell törekedni, akkor nem fog csalódást okozni ez az év. A saját elemedet online asztrológiai naptárban tudod megnézni, a születési dátumod megadásával. A naposzlopban található zodiákus feletti elem lesz a saját úgynevezett önelemed.